Sziasztok! Egy korszak lezárult, az Arex Delta. 2 év alatt nagyjából 50 ezer lövés ment ki belőle, hibántlanul működött. Gyakorlatilag kapott hideget, meleget, mindent nem tudtam tönkretenni, és nagyon gyorsan lehetett vele lőni, pontosan, rövidet, hosszút, bármit. Nagyon hűségesen szolgált, de eljött az idő, váltottam. Az új eszköz Springfield Echelon. Nézzük akkor, mi is van a dobozban. Ugye megszoktuk már, ha új eszköz, akkor egy kicsomagolós videó készül róla, hogy nagyjából lássuk, hogy mi van a dobozban, hogy kell ezt elképzelni. Kívülről látszik, hogy ez egy papír doboz, de egy eléggé, mondjuk úgy, hogy keményre sikerült, tehát nagyon jól tartja. És belül itt található benne egy ilyen cipzáros megoldással, egy ilyen kis lövésztáska, és ebben foglal helyet a fegyver. Mielőtt a fegyvernek nekivegyünk és szétbonciráljuk, nézzük meg, mi is van ebben a dobozban. Kapásból, ami feltűnt, hogy itt van benne egy zacsi, amiben különböző redotoknak a csavarjai találhatóak. Mindenféle rövidebb, hosszabb csövek vagy csavarok. Itt mindenhol megvannak pontosan a méretezések, tehát hogy melyik típusú redothoz tartozik, és a csavarok is, hogy milyenek. Van benne egy használati útmutató. Egyébként elég részletesen le van benne írogatva és fényképekkel illusztrálva, hogy mit és hogyan. Ennek majd lesz jelentősége, ugyanis már nekem gyanús volt, hogy ennek az elsütő szerkezete, mintha már láttam volna ilyet valahol, de majd ezt megnézzük később. Akkor olyan papírok, ami az adásvételhez kellett. Így van, tehát ezek igazából annyira nem relevánsak, és itt van ebben a részében elhelyezve a doboznak az a pár dolog, ami ugye jár hozzá. Mik is ezek pontosan? Hát először is, hát amit a hajam kihullik, ez a töltéssegítő. Hát én azt gondolom, hogy aki egy 50, 100 vagy 200 darab töltényt egy edzésen nem tud betárazni, de ne tartson fegyvert, de mindegy, benne van, adták hozzá, oké. Tartaléktár. Lakat. Valamiért ezt annyira fontosnak tartják, hogy benne legyen. Nem is értem, hogy miért, de benne van. Mindegy, majd esetleg a bicajomra jó lesz. Markolatpanelek. Ugye egy rajta van, kettő pedig itt van külön. És egy tisztító szerelék, ami hát azért viszonylag le van egyszerűsítve, tehát gyakorlatilag egy csőkefe, és úgy nagyjából ennyi. Na, nézzük akkor, mit rejt ez a kis utazó neszeszer. Hát ő lenne az. Na, tehát így néz ki maga a fegyver. Amikor érkezik, lámpa és redot nincs rajta. Tehát akkor azt vegyük le róla. Tehát alapvetően az nincs. Ellenben ugye a töltetlenség jelző az benne van. Egy darab tár van benne, illetve egy darab tár van hozzá tartalékba. Tehát ez a hivatalos etap. Illetve benne van a töltöttségjelző, de alapvetően így akkor így néz ki maga az eszköz. Én kunyisztam még egy tárat hozzá, hogy biztos, ami biztos, a gyenge lőkészséget kompenzálandó kicsivel több lőszer legyen kézügybe. Tehát ugye már 3 tárat kaptam, de standardből 2 jár hozzá. Ugye első ránézésre, ami jól megállapítható magán az eszközön, hogy nagyon kellemesen barázdálták. A vonalvezetése az nagyon teli találat, azt kell, hogy mondjam. A felületkezelése az szintén. A tárkioldó mechanizmusa az kétoldalas, tehát gyakorlatilag mind a két oldalról lehet ütködni vele. A szánakasztó, ugye itt is egy és itt is egy, tehát ez kétoldalas megint csak, tehát nincsen diszkriminálva az illető, tehát ha jobbkezes, ha balkezes, akkor tökéletesen működik nála, tehát gyakorlatilag ennyi. Ugye a szerelésén, ugye a lámpa felszerelhető rá, tehát alapból,
a markolat panel, mint olyan, ugye egy cserélhető. Egyébként meglepően egyszerű cserélni, csak itt be kell nyúlni belőle, megtalálni a megfelelő pontot, azt megnyomva egy húzó mozdulattal le lehet húzni róla, és lehet könnyedén cserélni. Tehát gyakorlatilag ennyi. Ami viszont nagyon feltűnő rajta, ezt majd egy közeli képen fogom megmutatni. Itt látszik oldalt igazán, tehát hogy jön a szán anyaga, és van egy ilyen kis kiemelkedés benne, mind a két oldalon. Ugye ez annak az érdekében történt a rászerelése, ez teljesen biztos, hogy amikor valaki a felhúzó mozdulatot csinálja, akkor ha esetleg csúszna a keze, tökéletesen meg tudja támasztani. Tehát gyakorlatilag ez a hagyományos csúszlifogásos töltés ennél az eszköznél még rossz körülmények között is tökéletesen végrehajtható. Ugye az eszköz gyárilag optika előkészítésre van szerelve, tehát egy ilyen kis záró lap van a helyén, két csavarral van rögzítve, le lehet venni, és akkor onnantól kezdve lehet ráhelyezni magát az optikát. Én a taktikálos srácoktól kaptam ezt a Shield optikát, ez egy ütésálló, vízálló cucc, ha valakinek ilyesmi kell, náluk meg lehet találni. Ez tényleg egyébként egy strapon bíró, ütést, vágást bírja, vizet bírja, tehát azt gondolom, hogy ilyen mindennapi használatra tökéletes. Én ezt szereltem rá. Nézzük akkor, hogyan kéne szétszerelni. Ugye kapásból rögtön egy töltetlenség ellenőrzéssel kezdünk, ha ez megvolt, akkor simán a szánt hátsó helyzetbe megakasztjuk, és itt a fegyver oldalán található ez a szétszerelő kar. Ezt lefelé lefordítjuk, szánakasztót megnyomjuk, és egy mozdulattal szét is jön a fegyver. Na, hát igazából nem bonyolították túl egyébként a dolgot. Mutatjuk azt, hogy ezek a kategóriás fegyverek, ezek a félautomaták nagyjából így szerelhetőek szét, tehát nagy dolog nincs benne. Nézzük akkor a szán szerkezetet. Hát ami biztos, hogy benne van egy helyre toló rúgó, a vezető rúddal. A szokásos módon megemeljük egy picit a hátulját, és ki tudjuk húzni belőle könnyedén. Illetve benne van ugye a cső a szánszerkezetbe. Itt igazából csak semmit más nem kell tennünk, csak kicsit megfújjuk a csőszakát, megemeljük, hátra fölfelé kihúzzuk, és ennyi. A részleges szétszerelés az kb. Ennyi, tehát a karbantartás ezzel a szétszereléssel tökéletesen elvégezhető a szánszerkezet esetében. Nos, az érdekesebb rész a tok. Mivel én kompresszorral tisztítom a fegyvert, tehát átolajozom, feloldom benne a trutyit, és utána nagy nyomású levegővel kifújatom, aztán utána újra olajozom. Nekem igazából nem lenne jelentősége annak, hogy mit lehet vele belül csinálni, mert ezzel a megoldással teljesen tökéletesen ki lehet takarítani a fegyvert, mintha gyári új lenne. De átemeltek egy másik gyártótól, konkrétan az X-Hower-től egy olyan megoldást, hogy ki lehessen venni a komplett elsütő szerkezetet a karbantartáshoz. Nézzük akkor, hogy ezt hogy lehet megoldani. Ugye itt a tengely, amin itt forog a szerkezet, ezt így ki lehet húzni belőle, elvileg. Aztán majd mindjárt meglátjuk gyakorlatilag is, hogy tényleg kijön-e. És kijön. Tehát ez volt az első lépés. Ezt követően itt a szerkezetet meg kéne tolni elvileg előre, és majd meglátjuk, hogy sikerül-e hirtelen szétszednem. Még nem szedtem szét, csak megnéztem, hogy nagyjából hogyan kell, de azért kell hozzá rutin, és elég nyers még az eszköz, úgyhogy még trükközni kell vele. Hát nagyon sokat bénázok, majd kivágom, és akkor a normális részeket mutatom. Tehát elvileg ugye be kell nyúlni a belső részbe, a billentyűt meghúzza az illető. Igen, itt teljesen előre kell tolni az elsütő szerkezetet, a szerkezetet a fészekbe. És ki lehet játszani belőle. Reméljük odaadja. Hát mondjuk úgy, hogy még elég nyers a szerkezet, de ki lehetett szedni, tehát nagyjából így néz ki. Miért is jó ez a megoldás igazából? Azért, mert ha valaki nem kompresszorral takarít fegyvert, akkor így viszont gyakorlatilag az összes alkatrészhez tökéletesen hozzá lehet férni. Tehát azt kell mondjam, hogy megint csak egy jó kitalálás, illetve így ebben a formában tudtak egy olyan finom elsütő szerkezetet produkálni a gyártók,
hogy gyakorlatilag nem kell benne tuning így első nekifutásra, és nagyon finom elsütést produkál az eszköz. Ezek picit, aki jártasabb a lövészetben, akkor az tudja viszont, hogy ha finom elsütése van valaminek, akkor gyakorlatban ez meg fog mutatkozni adott esetben a lő eredményen is, tehát minél finomabb egy elsütő szerkezet, ugye optimális esetben, ha a lövő is képbe van, akkor ez sokat tud segíteni. Tehát nagyjából ennyi. Tehát amikor szétszedtük a fegyvert, akkor az előbb láttuk, hogy a szánszerkezetet ugye három darabra szedtük, itt pedig a tokot így szedtük szét. Ugye ami nagyon érdekes még benne, hogy ezen az alkatrészen van a gyári szám. Tehát ebből az következik, hogy ez a tok maga szám nélküli, tehát ezt lehet cserélgetni. Tehát ha valaki esetleg gondolkozik abba, hogy élőben nem láttam még, de már képen videón láttam, hogy ennek ugye rövidebb verzióját akarja megvenni, de a szerkezet az ugyanaz, akkor át lehet pakolgatni az egyik markolatból a másikba a felszerelést. Vagy ha esetleg mondjuk bármi történne a tokjával, eltörne, vagy akármi, bár ezek nem nagyon törnek el, de ha mégis, akkor egy viszonylag olcsón lehet szerezni egy másik tokot, és akkor átteszi a elsütő szerkezetet, a delikvens, és anélkül, hogy az Zigrenddel harcolni kéne, hogy a gyári szám változott, gyakorlatilag egy pár perces mutatvány árán át tudja cserélni benne, és akkor van egy működő fegyver. Na, most jön, ami még nem volt, össze kéne rakni, úgyhogy ne maradjon ki belőle alkatrész. Hát először is ugye az elsütő szerkezetet kéne ugye visszajátszani a tok részbe. Oké, ez nagyjából meg is volna. Minden a helyén van, legalábbis az elsütő szerkezet mindenhol fölfekszik, illetve minden alkatrész a helyén van, és akkor most következik az, hogy magát a tengelyt vissza kell fűzni a megfelelő pozícióban. Ez nagyjából vissza is ment. És úgy néz ki, hogy helyére került, tehát igazából eddig jók vagyunk. Ugye megfogjuk a szánszerkezetet, hanyat fordítjuk, a csövet a csőszakánál megfogjuk, beillesztjük a helyére, betoljuk, és nagyjából a helyére is került, tehát ez egy fix pont, ezt nagyon nem lehet eltéveszteni. Ugye most jön a helyre toló rugó, ugye a lapos fele, az ugye itt fog fölfeküdni majd a csőszakáll alatt, és ugye ez a érdesebb része, ez pedig jön be ide a cső alá, és benn is van a helyén, ahogy nézem. Tehát nagyjából eddig jók vagyunk, és akkor most jön az utolsó mozdulat, hogy ugye összeillesztjük a sineknél, visszatoljuk, hátul akasztjuk, és a szétszerelőkart visszafordítottuk, szánakasztót lenyomtuk, és gyakorlatilag a fegyverünk össze van szerelve. Ugye most, hogy összeszereltük a fegyvert, most egy picit azért nézzük meg ezt a Red Dotot is, mert egy elég érdekes megoldással van szerelve. Ugye itt lehet látni, hogy ugye kivettük a helyéről azt a takaró lemezt, ami ugye a Red Dot előkészítést lezárta, és ugye van egy kis rés. Ugye megszoktuk, hogy aki már Red Dotot szerelt föl, az tudja, hogy alapvetően ugye ezeket a Red Dotokat egy ilyen kis plétre szokták föltenni, ugye azt rögzítik a szán anyagához, és abba a kis plétbe rögzítik bele ugye magát a Red Dotot. Itt tök érdekes volt a megoldása, ugyanis ez nem kell, ez a megoldás, ugyanis úgy van kialakítva, hogy a furatok, amik a szál szerkezet anyagában vannak, azokba, ugye az előbb, amit mutattam, kis zacsiba, csomagba, ott volt benne ilyen kis stiftek, azokat kellett belehelyezni a megfelelő pozícióba, ugye a megfelelő optika miatt, és amikor ezt simán ráhelyeztük, akkor minden négy oldalán rögzítette alapvetően, tehát az oldalirányú mozgást kizárta, és csak aztán kellett ugye a két rögzítő csavarra rátenni, aminek ugye egy nagyon pozitív hozadéka lett. Elég alacsonyra került az optika, ami azt jelenti, hogy nagyon jól látszik benne a nyíltirázék. Tehát ha bármi történne, mondjuk ezzel nem szokott semmi történni, de ha mégis történne valami, akkor nem állunk ott megfürödve, hogy nem látjuk a piros pöttyöt, hanem gyakorlatilag egyből át tudja venni a szerepet
a mechanikus irányzék, ugyanis nagyon jól látszik a redot képernyőjén ez is, de úgy közben, hogy nem zavarja a redotnak a célzó berendezését. Tehát ez egy ötletes dolog. Ugye látok nagyon sokszor nagyon kiemelt redotokat, hogy azoknak hátulütője, hogy eléggé terebélyes, tehát elakadhat, beakadhat valamibe. Ugye ezeknél a kisebb méretűeknél ez nincsen. És ráadásul még ezzel a megoldással, hogy lejjebb is hozták, ugye még nyertek is vele egy kis helyet, sokkal könnyebben kezelhető, illetve megjött az az előny, hogy nem kell ideálisan kiemelni az irányzékokat ahhoz, hogy a kiemelt redoton keresztül lehessen látni. A tárakról annyit, hogy az alap standard tárak, azok 17 töltényesek. Tehát gyakorlatilag, amikor egy ilyen tárat van, aki beletesz a fegyverbe, akkor igazából nem lemelkedik ki irálisan a markolatból. Ha valakinek ez kevés, akkor vannak 19-es tárak, tehát megnövelt árkapacitással, azt azért tudni kell róla, hogy az elég rendesen így kiemelkedik hátrafelé. Tehát ha valaki esetleg szolgálati célra vagy önvédelmi célra hord hasonló eszközt, és előre dől és hátul azért az rendesen ki tudja dudorítani a ruházatot, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy ez a plusz két lőszer jelent annyit, hogy az elrejthetősége mondjuk úgy, hogy csorpát szenvedjen. Én alapból úgy kértem, hogy ha lehet, akkor én ilyen sima 17-es tárakat kértem, úgyhogy én ennél maradtam, de egyébként alapból jár hozzá a pluszos tár, tehát hogyha van, aki versenyezni akar, akkor ott van még az a plusz kettő, de alapvetően én igazából arra a célra, amire én tartom ezt az eszközt, nekem sokkal optimálisabb, hogyha ilyen lapos tárakkal van. Amit még érdemes róla tudni, hogy az elsütő szerkezetének az útja, illetve az elsütő billentyű útja az egy ilyen közepes. Inkább azt mondanám, hogy a P320-as és a Glock közé tenném be, tehát a Glocknál rövidebb az elsütő útja, a P320-nál meg talán hosszabb. Jól érezhető felkeményedés van az elsütés végén, viszont nagyon finom az elsütő billentyűje. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki egy picit is képben van az elsütéssel, akkor versenyezni is szerintem ezzel egész jól lehet. De egyébként ugye a finom elsütő szerkezet az egy nagyon fontos a fegyvereknél, ugye minél finomabb egy elsütő szerkezet, annál jobban tudja tolerálni a lövő hibákat. Tehát teljesen nem tudja kiszűrni nyilván, mert ha valaki nem tud lőni, vagy nem tud elsütni normálisan, akkor teljesen mindegy, hogy milyen elsütő szerkezete van. De azt gondolom, hogy ez így elsőre nekem nagyon bejött. Hát kíváncsi vagyok, hogy a lövéseknél mi lesz majd. Az pedig majd a lőtéren, kint. Úgyhogy akkor az lesz a következő. Sziasztok!